Két nap alatt két fegyveres rablás is történt Veszprémben. Csütörtökön a kora esti órákban egy boltot rabolt ki egy ismeretlen férfi egy fegyverrel fenyegetőzve, pénteken este pedig egy patika vált egy ugyancsak fegyverrel hadonászó rabló áldozatává. Az elsődleges adatok alapján egyelőre úgy tűnik, hogy a két rablást nem ugyanaz a férfi követte el. A kirabolt bolt és a patika közelében élők félnek, mert pár hónapja már volt egy sorozat, amikor szintén több rablás is történt, és az elkövetőket azóta sem sikerült kézre keríteni. Ezeken a rendőrségtől kapott felvételeken a rablás néhány pillanata látszik, melyet a patika kamerája rögzített. A rabló nem sokkal a zárás előtt ment be a gyógyszertárba, és nem sokat teketóriázott. Azonnal akcióba lépett, és az ott dolgozókat a hátsó helyiségbe terelte. A gyógyszertár egyik munkatársa mesélte el híradónknak, hogy mi történt. Kérte, hogy arcát és nevét nem utassuk. Folyamatosan hangosan, hogy a pénzt, és így az egyik kolléganő ment vele előre, és kiszedte a kasszából, ami volt. Nem túl sokat vitte el szerencsére, mert a délután elvitték a pénz nagy részét, a pénzszállítók. Egy nappal korábban csütörtökön este ezt a kisboltot rabolta ki egy ismeretlen fegyveres. A patika felvételei alapján egyelőre úgy tűnik, hogy a két rabló nem ugyanaz. Ennek ellenére a közelben lakók félnek. Tartunk tőle, főleg mikor a rendőrök jönnek civil ruhához, becsengetnek este, hogy nem eláttunk valamit, hát félünk, de hát most mit csináljunk? A rendőrség mindkét rablást követően nagy erőkkel kezdte meg a fegyveresek üldözését. A városból kivezető utakat lezárták, de nem sikerült egyik rablót sem kézre keríteni. Veszprémben januárban is kiraboltak egy patikát, de annak a rablónak sem sikerült eddig a nyomára bukkanni.